Üdvözlünk a Vacsmondzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 olyan alkalmat hoztunk el nektek, amikor Peter Griffin azt kapta, amit megérdemelt. I think it's best if you leave. Oh yeah? Well, maybe I'll hang out with my godson Kevin. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban azokat a pillanatokat nézzük meg, amikor a sorozat családapáját végre utolérte a jól megérdemelt karma. 10. Eltörik minden porcikája. Ezt a kissé rendhagyó epizódot a készítők 3 mini részre osztották fel, amikben a legjobb rajongói ötleteket mutatták be. A legelső mini epizód a Csont nélkül címet kapta, amiben Peter sörös üvegéből kiszökik egy gin. Petert később a buszon csúnyán el akarják verni, ezért impulzívan azt kívánja, hogy bárcsak ne lenne porcikája. And I'm gonna break every bone in your body. I wish I had no bones. Done. Azonban hamar rájön, hogy rettenetesen elcseszte a dolgokat. A családjának is terhet jelent, viszont hollywoodi emberi kaszkadőr szivacsként kifejezetten jól funkcionál. Az egész helyzetet mondjuk csak magának köszönheti, hiszen szó szerint ő kívánta ezt. Well, actually, I won't be a stand-up comic. I'll be more like an amorphous blob comic. I gotta write that one down. 9. Kitiltják új kohóból. A városban egyedül Peter hisz abban, hogy a Y2K probléma apokalipszist fog előidézni, ezért megteszi a szükséges óvintézkedéseket, majd később megalapítja új kohót. We'll build a better one. I hereby proclaim this city new Quahog. Persze Peterről van szó, szóval elképesztően idióta módon vezeti az új városát. A munkahelyeket például tök random választja ki, és magasról tesz rá, hogy ki mihez ért. Well, before the disaster, I was a physician. That's terrific. We need a doctor. We sure do. Let's hope you get it. Now pick a job out of the hat. Ez természetesen elég hamar zűrzavarhoz vezet, és kimást okolnának a lakók, mintsem Petert. Végül az egész Griffin családot kitiltják a saját városukból, amiért Petert egyáltalán nem tudjuk sajnálni. Honey, I'm sorry I got us kicked out of New Quahog. I guess nobody really needs guns. I'm not always right after all. 8. Megvakul. Kegmeyer hatalmas ovációt és figyelmet kap, amikor, hát nem szánt szándékkal, de megmenti egy szívrohamot kapott nő életét, Peter pedig féltékeny lesz rá miatt. People are gonna know the name Peter Griffin, even if I have to shout it from the rooftops. You hear that, world? I am gonna do something that people will remember me for. Peter a fejébe veszi, hogy muszáj megdöntenie egy világrekordot a híresség érdekében. Választhatna bármit, de tényleg bármit, de nem, neki az a zseniális ötlete támad, hogy a legtöbb apró pénzt teszi meg. Az evidens, hogy Peter sosem volt a legélesebb kés a fiókban, viszont azért azt sejthette volna, hogy ez nem fog jól végződni. Az egészen abszurd próbálkozása miatt fémmérgezést kap és megvakul. Számtalan alkalommal ellátták már a baját a sorozatban, az kétségtelen, de itt most csak is ő volt a ludas. So, how's your hammer hanging? Hey, somebody smoking in here? 7. Kerekes székes bunyó. Ebben az epizódban Peter és Lois nyitnak egy éttermet, ami nem muzsikál túlzottan jól. Viszont amikor Joe meghívja enni a kerekesszékes barátait, akkor hirtelen fellendül az üzlet. Lois, roll out the red carpet, here comes Joe and his cap buddies. You got tables for 30? Peter azonban nem kifejezetten elégedett a kialakult ügyfélkörével, ezért kitiltja őket az étteremből, aminek a vége egy hatalmas bunyó lesz. Peter will give you one last chance to let us in. What are you gonna do, Joe? I'm up here. And you're down there. Mármint tényleg szó szerint egy hatalmas bunyó, hiszen a mozgássérültek valami Transformers robotszerű cuccba állnak össze, és szétrombolják az éttermet, na meg Petert is. Ennél jobban nem is dolgozhatott volna a karma. Mondjuk az, hogy melyik a rosszabb, az erős kérdés. Hogy így semmibe veszi a mozgássérülteket, vagy az, hogy éppen a barátjával tette ezt meg. Tekintve, hogy már évek óta haverok Joe-val, azt hinné az ember, hogy szorult belé némi empátia. But I've been in a wheelchair for 45 minutes now, and I see how tough it is. 6. A kanapéhoz ragad. Peter világéletében lusta volt, azonban itt egészen új szintre emelte mindezt. Egész hétvégén csak tévézett, a látvány pedig undorító. Egyszer fecskében kajamaradékok borítják az egész testét, sörös üvegek mindenhol. Végül megkapja a megérdemelt büntetését, és konkrétan oda ragad a kanapéhoz. I've seen this before. It's from Ethan Allen, if I'm not mistaken. Am I gonna be okay? You'll be fine.
Egy ilyen abszurdum is csak Peterrel történhet meg, ami a hanyagul pedig ezt az egészet kezeli, az páratlan. Fél attól, hogy letépik a hátáról a kanapét, viszont pont egy ilyen procedúra miatt hatalmasat perecel a lépcsőn és kómába kerül. Aztán ezt követően egy liftben találkozik Istennel. Ott jól elbeszélgetnek a bulvárról, a politikáról, a vallásról, illetve Peter apai és férj kvalitásairól. Well, you're an inattentive husband and a terrible parent. Oh, says father of the year. És ha már a férj kvalitásairól van szó, ötödik, rettenetesen elveri Lois. Azt már az előző videónkból is láthattátok, hogy Lois nem fél használni az öklét, ha a helyzet megkívánja, ami sokszor megtörténik, mivel Peter az egyik lehető legrosszabb férj és apa figura. Gather round everybody, 10 bucks is all it takes. Step right up and fight my wife. Sőt, a sok sértegetés és megalázás miatt Lois beiratkozik egy taijutsu kurzusra, hogy visszatérjen az önbizalma és a hatalma. Peter, I'm sick and tired of hearing you whine about the leafers. Take some action! Free the beast! Az epizód vége Lois már nem bírja tovább, és epikusan neki megy a férjének, ütik, vágják egymást, ami végül kiterjed az egész családra. A jelenet úgy néz ki, mint valami Bud Spencer és Jackie Chan kollab, repülnek a pofonok mindenhol. Félreértés ne essék, a családon belüli erőszak nagyon komoly dolog, de valljuk be, ezt Peter igazán megérdemelte. Negyedik, kirúgják a pótakit sörgyárból. Peter általános inkompetenciája és elementáris hiányosságai kiterjednek az egész életére. Ennek ellenére mégis előléptetik targonca kezelővé a munkahelyén. Griffin, I actually came to tell you that you're being promoted to forklift operator. Azt mondjuk, nehezen hisszük el, hogy erre a feladatra nem találtak volna jobb embert. Na, mindegy, az elején elindulni is alig tud vele, utána viszont elég hamar belejön. Már-már túlságosan is. Folyamatosan driftel vele, emelget mindent, flexel vele a haveroknak, sőt, megpróbál megmenteni egy partra sodródott bánát, de sajnos kegyetlenül kivégzi a mentés közben. Az utolsó szöget a koporsóba viszont azzal üti be, amikor nem igazán józan elmeállapotban rátöri a falat egy céges meetingre. Petert végül persze újra felveszik, de hatalmas csoda, hogy hogyan tudják elviselni ilyen sokáig ezen a munkahelyen. Griffin, you're fired! See if I care. Harmadik, megcsonkítja a kezét. Ezt az esetet csak is az infantilizmusának köszönheti. Kegmeyer hoz neki pár tűzijátékot Floridába, Peter pedig természetesen nagyon jól elszórakozik velük. Legyünk őszinték, Peter világtalan, ez tény, de azért ő is sejthette volna, hogy ez nem egy életbiztosítás. Lényegében annyi petárdát fűz össze, amivel akár egy épületet is fel lehetne robbantani. Ezt tetézi, hogy a meggyújtása után megpróbálja kimondani a kreálmánya roppant hosszú és választékos nevét, csak éppen eldobni felejti el azt. A robbanás hatalmasat szól a kezében, az ujjainak pedig ezzel búcsút is inthet. Szerencsére sikerül visszavarni az ujjait, azonban Tuti megtanulta a leckét, hogy a tűzijáték, hiába van benne a nevében, bizony nem játék. Here's to Peter getting his fingers back. Thanks, Joe. Második, lelövi Kegmeyer. Peter és a barátai vadászni és sátrazni mennek, ahol szánt szándékkal karol lövi Kegmeyert. My God, Peter, that might be the dumbest thing you've ever done. No, the dumbest thing I ever did was open that can of whoop-ass. Peter semmiségnek tekinti a történteket, ami természetesen nagyon felzaklatja Kegmeyert, sőt egy idő után Joe is elpártol Petertől, és inkább a perverze barátját választja. Peter lassan rájön, hogy hibát követett el, ezért felajánlja Kegmeyernek, hogy lője meg. Persze nem gondolja komolyan, csak reménykedik, hogy a felajánlás elég lesz. Egy eléggé nevetséges vitában először Joe lövi meg Petert, majd Kegmeyer konkrétan a fejébe ereszti a golyót. Nyilván vitatható, hogy picit többet adott Kegmeyer, mint amit kapott, de egyáltalán nem hibáztatjuk, hogy végre kicsit kutyába rakta Petert. Peter, I'm so glad you patched things up with your friends. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyom meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, elveszíti Loist. Ahogyan azt már többször is említettük, Peter hírhedten rosszul bánik Loisszal. Ebben az epizódban Peter a halál segítségével visszajut a 18 éves énjéhez, ahol sikeresen elszalasztja az első randiát Loisszal. Így amikor visszatér a jelenbe és felébred, egy teljesen új élet kacsint vissza rá, Loisnak pedig nyoma sincs, hiszen Kegmeyerhöz ment hozzá. Úgy látszik, nem tanult az előző epizódból, ahol elhanyagolta a feleségét, aki így lefeküdt Bill Clintonnal. Look, I know this looks bad and I feel horrible and I know nothing I could say to you could possibly justify why I slept with Bill except
Peter, the man presided over the longest economic expansion in US history. A végén azért, ha bár nagyon-nagyon nyögvenyelősen, de sikerül helyrehoznia a dolgokat és bebizonyítja, hogy mennyire is szereti Loist. Oh, Glenn, I love all your sex jokes and your dirty puns. That's why I married you. Let's go upstairs and do it. Ti kedvelitek Peter-t? Szerintetek megérdemelte ezeket a kínzásokat? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára.